Megnyílt az új látás kiállítás a Babits Mihály Kulturális Központban. A Tolna megyei önkormányzat támogatásával második alkalommal jött létre nyári alkotótábor a Tolna megyei tehetségeknek. Az itt készült alkotásokat mutatták be a műértő közönségnek. Ez az első új látás kiállítás, ami 2019-2020-as művésztelep alatt létrejött alkotások összegzése, bemutatása. Eddig a művésztelepek végén nyaranta záró kiállítást rendeztünk, és a helyszínen mutattuk be a művésztelepen létrejött munkákat, és nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, hogy most így a festészet napjához valamennyire gravitálva, ahhoz kötődve be tudtuk mutatni két év termését, vagy be tudjuk mutatni. Vegyes az anyag, de van benne bőven kohéziós erő, ami egyrészt a helyszínből is adódik, a közös alkotásokból, illetve a kortárs jellegből, hogy egy korosztály együtt alkot egy ideig, és ez összetartja ezt a viszonylag sokrétű, több technikával létrejött kiállítási anyagot. Szóval két év termése látható most itt egyszer. Egyelőre elsősorban Megyeszékhelyre koncentrálunk, a jövőt még nem sejthetjük, de mivel ez egy Tolna megyei projekt keretében jött létre ez az egész művésztelep, ez volt most elsősorban lényeges, de vannak hosszú távú terveink is az anyaggal. Lehet, hogy megvárjuk a jövő év termését, és akkor tovább gondoljuk ezt a kiállítás turné ötletet. A Tolna megyei önkormányzat több olyan projektet indított, ami a megyei tehetségeket támogatja. A Tolna megyei önkormányzat az kiemelt feladatának tartja a helyi és a megyei identitás erősítését, és ennek az egyik eszköze például az egyik projektünk, aminek keretében Európai Uniós forrásokat használunk föl arra, hogy a megyei identitást erősítsük. Ennek keretében valósítjuk meg az úgynevezett 5-3-1-es projektünket, aminek az egyik lába ez a képzőművészeti láb. Ezt most már két éve működtetjük szakmai vezetővel, kiállításokkal, előadásokkal és alkotótáborokkal is. Idén már a második alkotótábort valósítottuk meg, és ez a program még a jövő évben is folytatódni fog. Azt követően pedig nagyon reméljük, hogy önálló lábra áll az új látás, és már nem csak költségvetési támogatással, hanem saját magában is életképes lesz és működni tud. Szerintünk minden jel erre utal, mint például ez a mai esemény is, hiszen ez a mai kiállítás is egy önálló kezdeményezés, már nem a projektből valósul meg, hanem az új látáshoz kapcsolódó szakmai vezető, illetve a kiállító művészek döntötték el, hogy szeretnének megmutatkozni itt a megyeszékhelyen is. A projektnek a képzőművészeti lábon kívül még további négy alkotó eleme van, illetve programsorozata van, ezek pedig a képzőművészeti, a zenei, az irodalmi és a közösségfejlesztési vonal. Mindegyik lábhoz különböző programok tartoznak, ennek keretében a megyei önkormányzat 2021 tavaszáig több mint 100 kulturális közösségfejlesztési programot valósít meg, mindezzel erősítve a helyi, illetve a megyei identitást. Ennek a programnak a keretében a Tolna megyei önkormányzat 60 millió forintot biztosít a közösségfejlesztési feladatoknak az ellátására és fejlesztésére. És hogy miért is fontos az új látás mozgalom, és mi a szervezők vagy az alkotók célja ezzel? A közönséghez közelebb hozni magát a kortárs képzőművészetet, és a kortárs képzőművészekhez a közönséget. A közönség nélkül nem működik a műalkotás, tehát így önmagában áll egy kép, de hogyha nincs néző, akkor mint hiába értékekkel bíró alkotás. Szükségünk van egymásra, és hogy azt is szeretnénk tudatosítani az emberekben, a nézőkben, a befogadókban, hogy valójában nekik is a képzőművészetre szükségük lehet, csak most ez a társadalomban nem annyira tudatos, és mi ezt szeretnénk érzékenyíteni, erősíteni bennük, megmutatni magunkat, tehát hogy a fiatal képzőművészt, Tolna megyei képzőművész generációra felhívjuk a figyelmet, ez a cél, de nem csak önző, adni szeretnénk, adni a közönségnek a művekkel. Óriási ellenszél van a vizuális kultúra területén. A vizuális kultúrába értem a tömegmédiumok hatását is. Tehát nehéz egy festménynek, ami egy statikus dolog, eljutni egy átlagos ember tudatáig, hiszen tele vagyunk vizuális információkkal. Ha csak belegondolunk, hogy a képernyők világa mennyire uralja a tudatot, nehéz hozzá felületet találni. Most egy kiállítás eleve egy szeparált térben látható most jelenleg, úgyhogy ehhez ide kell fáradni, be kell jönni, tehát nyilván egy olyan közeg tud vele találkozni, aki eleve nyitott rá. Nem akarok itt olyan gondolatokba bocsájtkozni, hogy teljes mértékben biztos vagyok abban, hogy világmegváltó sikere lesz ennek, de ha egyénenként egy valakibe egy mű megmozdít valamit, akkor már azt hiszem, hogy elérjük a célunkat.
Fehérvári Tamás, a Tolna megyei önkormányzat elnöke is részt vett a megnyitón, de csak mint szemlélődő. Saját elmondása szerint nem ért a képzőművészethez, viszont fontosnak tartja a tehetségek támogatását. Csodálom ezeket az alkotásokat, meg általában a képzőművészeti alkotásokat, de itt nem értek hozzá. Úgyhogy igazándiból a munkatársaim, meg a közösség, az a Tolna megyeiek is szeretik ezeket a dolgokat, és azért álltunk bele ebbe, meg azért exponáljuk magunkat ilyen helyeken, mert úgy gondoljuk, hogy minden, ami szép, minden, ami esztétikus, előre visz. Hát azt gondolom, hogy ez egy általános emberi feladat, tulajdonság, hogyha találunk magunk körül olyan embereket, akik valamiben jók, nagyon jók, tehetségesek, és olyanokat tudnak alkotni, mint az itt látható képek, alkotások, akkor ezeket célszerű támogatni. Sajnos a megye közgyűlése, meg a hivatala igazán nagyon sok mecénási díjat, pénzt, meg ilyesmit nem tud erre fordítani, de azt gondolom, hogy a legfontosabbat azt tudjuk adni, a figyelmet, a megértés megpróbálását, és az, hogy közösségbe terjesszük, hogy ez milyen jó és milyen szép. Az idei alkotásoknak egyik témáját a mozgalom neve adta. Könyvkatát, szervező és alkotót például az új látás fogalma ihlette meg. Ezen a fogalom páron gondolkozva a résztvevők szemeiről készítettünk közeli felvételt, nagyon közeli pupilla fotót, egy fotós művész segítségével, aki szintén részt vette a művésztelepen, és ezeket a kimerevített és kinagyított pupillákat rajzoltam meg olyan módon, hogy egy olyan rendszerbe illesztettem őket, ami a bráírás szerinti új látás kódot jelöli. Én ezt a munkámat emelném ki, ez az idei alkotás. Tehát elsőre absztraktnak tűnő kör, mandalák, tekintetek néznek ránk a képről, de hogyha valakinek megvan a kulcsa a gondolatvilághoz, vagy hát ehhez a jelrendszerhez, akkor el is tudja olvasni ezt. Valahol azért a képzőművészetnek az allegóriája, hiszen egy dolog látni, és egy dolog nézni valamit, és egy másik dolog látni, és az új látás is ezt célozza meg, hogy megtanulni, egy kicsit olvasni a képeket. A kiállítást november 21-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Babits Mihály Kulturális Központban.